10 napi rendi pontot tárgyalt az Energiaveszélyhelyzeti Ideiglenes Bizottság, melyből 5 előterjesztésről és 2 módosító tervezetről döntöttek. A bizottság legfontosabb feladata egy menedzsmentterv készítése. Egy energiaveszélyhelyzetet kezelő menedzsmenttervet kell elküldenünk a Balla György miniszteri biztos úr irányába, ami azt tartalmazza, hogy a következő évben milyen takarékosság intézkedéseket és milyen bevételnövelő intézkedéseket tett az önkormányzat, lehetőleg nem terv szintjén, hanem végrehajtás vagy meghozott döntés szintjén. Az önkormányzati fenntartású intézmények részleges és ideiglenes bezárásával kapcsolatban elhangzott, hogy a forrás átköltözik a Bartakovics Béla közösségi házba. Ezzel egyetemben a gyermekkönyvtárat is kénytelenek bezárni a fűtési időszakra. A Harlekin Báb Színház pályázatot nyert egy előadásra, melyre elő kell készülni, és ezért nem tudnak teljesen bezárni. A Bárányúszoda kapcsán felmerült a vízilabda klub általi működtetés lehetősége, de megjegyezték, hogy továbbra is nyitott maradnak a létesítmény a város számára. Továbbá helyi adónemek emelése is terítékre került a bizottsági ülésen. A földfelszíni parkolás tekintetében 100 forintos emelést irányoztak elő, így 60 millió forintos bevételnövekedést prognosztizálnak. Az egyik legnagyobb vitát az idegenforgalmi, helyi iparűzési és az építményadó megemelése generálta. Mirkóczki Ádám szerint nem most válságidőben kell terheket róni a városlakókra. Rossz a logika. Szerintem érdemes végigmenni minden adónemet, minden adótípuson, érdemes kigondolni, hogy milyen mértékű emelés szükséges, csak szerintem ezt békeidőben illik bevezetni, nem akkor, amikor egyébként hozzánk, és szerintem hozzátok is tömegével érkeznek azok a panaszok, ami a túlélés érdekében a különböző vállalkozók részéről megfogalmazódik. Lásd azt, amit a bizottságokban már leszavaztatok, hogy például a következő 2 hónapra, csak 2 hónapra bérleti díjat, ami piszlicsári ehhez képest. És ebben sem vagyunk partnerek, és egyébként tőlük várjuk az iparűzési adót, meg a foglalkoztatást. Én ezt mondom, hogy ez egy nagyon rossz logika. A helyi adószakértő szerint válságidőben az idegenforgalmi és a helyi iparűzési adó nem tervezhető bevétel, az építményadó viszont igen. Mirkóczki Zita utóbbival kapcsolatban azt a javaslatot fogalmazta meg, hogy akinek több ingatlan van a nevén, és amelyikben nem életvitelszerűen tartózkodik, az fizessen többet, vagy ne járjon rá adókedvezmény. Oroján Sándor szerint az oktatási és egészségügyi intézményeknek nem kéne ebben az adónemben fizetniük, viszont a nagy alapterületű egy helyrajzi számon lévő multiknak többletadó szükséges.